Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhét adását látják. Főbb híreinkkel kezdünk. A pénteki önkormányzati ülést előkészítendő tanácskozott Sárospatak pénzügyi bizottsága. Ma sajtótájékoztatón értékelték a világörökségi Ungvár pince soron rendezett első tavaszi pincemustrát. A kassai K. Árt polgári társulat festőinek munkáiból nyílt kiállítás Sárospatakon. Ma ülésezett a Sárospataki Önkormányzat pénzügyi és gazdasági bizottsága. Összesen 22 napi rendi pontot tárgyaltak. Ezeken szó esett többek között a közvilágítás karbantartási idejére vonatkozó átmeneti ellátásról, vezetői pályázat kiírásáról, valamint a Karolina óvoda napkollektorokkal való felszerelésének lehetőségeiről. Az első napi rendi pontban hallgatta volna meg a pénzügyi és gazdasági bizottság a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2011-es évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót. A társaság azonban e-mailben jelezte, hogy nem tud részt venni sem a bizottsági, sem a testületi ülésen. Ezek után a közvilágítás karbantartása miatt egy átmeneti ellátás lehetőségéről tárgyaltak. A közvilágítás az Sárospatak egyik neurologikus pontja itt az utóbbi években. Én magamból jártam úgy, hogy decemberben bejelentettem a Mandulás utcai közvilágítás hibáját lakossági panaszra. Gyakorlatilag két hónapba került, amire egyáltalán érdemben tudtak vele foglalkozni. A képviselő testület is, emlékszünk rá, augusztus-szeptemberben is tárgyalta ezt a problémát, hogy mondja fel a Patakhővel a közvilágítási szerződést. A közbeszerzési pályázat kiírásáig és lebonyolításáig a Richeron Kft. Fogja ellátni ezt a karbantartási feladatot. Az egyebek napirendi pontban tárgyalta a bizottság a Karolina óvoda napkollektoros rendszerrel való felszerelésének tervét. A tájékoztatás szintjen érkezett egy Kft.-nek a megkeresése, hogy szeretné tájékoztatni az önkormányzatot arról az ebben rejlő lehetőségekről. És körülbelül egy óra hosszás tájékoztatóban megtudtuk azt, hogy 600 ezer forintos megtakarítás érhető el havonta. Ezekkel a megoldásokkal a villanyszámlában, úgyhogy a napkollektor eleve a villanyáramra van kötve, és akkor úgy lehet ezt a megtakarítást elérni. A bizottság meghallgatta, számos kérdést tett fel a vállalkozás képviselőjének, és az végül is úgy döntött, hogy megbízza a polgármester azzal, hogy a polgármester hogy a konkrét tárgyalásokat folytassa le. A napirendi pontok között a kommunális szervezet igazgatói pályázatának kiírását javasolta a bizottság, ami a város honlapján lesz megtekinthető. A 22 napirendi pont után zárt üléssel folytatták munkájukat a bizottság tagjai. Pozitív visszhangja volt a világörökségi Ungvár pince soron megrendezett első tavaszi borvásár és pincemustrának. A hétvégi rendezvényre, mint arról híradónkban már beszámoltunk, igen sokan látogattak ki. A rendezőtől a mai sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy a borkóstolási lehetőségek mellett a kulturális rendezvények is népszerűek voltak a hosszú hétvégén. A rendezvény végén visszatekintve Új Ágnes szervezőnek jó véleménye volt az első tavaszi borvásárról. A visszajelzések is a pincéktől, pincészetektől, az ott lévő árusoktól és emberektől mindenki nagyon pozitívan jelzett vissza, és ez nagy öröm számunkra, úgyhogy úgy látszik, hogy ezáltal sikerült egy hagyományt teremteni, mert van igénye a jövőben is ilyen rendezvényekre, úgy tűnik. Sokan segítettek az első borvásár és pincemustra megvalósításában. És szeretném megköszönni ezen alkalmat megragadva az árusoknak, a pincéknek és a pincészeteknek, hogy kinyitottak és segítették a munkánkat, és remélem, hogy a közeljövőben még többen lesznek ezen a rendezvényen, és még több pince fog kinyitni. Utólagos kalkulációk által meg, hát ahogy láttuk, szerintem több mint 1500-an voltak ezen a rendezvényen. Hála Istennek a terület olyan nagy, hogy ilyen helyen nincsen torlódás, ugyanis az emberek a pincében is voltak, a közben sétáltak a kis sétányokon, és a kisebb rendezvény téren, mert mint mi így nevezzük, ott is tudtak lenni többen egyszerre. Nagyon jól sikerült, rengeteg ember jött el, és reméljük, hogy lesz még ennek folytatása.
mind a pincikben sokan ellátogattak, meg lent a standoknál is sok ember megfordult. Végre bebizonyosított, hogy erre van igény. Lássuk, a Zsólyomkán ősszel nagyon szép rendezvényen több ezren megfordulnak. Itt ugye nem tudom hányan jöttek, de szerintem várakozáson felül jöttek el az emberek, és nagyon bízom benne, hogy ennek mindenképpen lesz folytatás, és jövőre még több pince fog kinyitni. A rendezvény a jövőben méltó rangra emelheti a világörökség részét képező Ungvár pince sort. Tárgyalások kezdődnek az elkövetkező napokban határon túli szervezetekkel, hogy hogyan tudna elindulni a Ungvári Pince Egyesület egy talán áprilisban megnyíló, határon átnyúló Európai Uniós forrásokat felszabadító pályázaton, és bizony akkor mennének tovább, jó lenne a régi filagóriákat helyre tenni, a csapadékvízelvezető árkok rendbetételével még azért van munka, és egyáltalán itt ezt a zöld felület karbantartást, felújítást végvinni, hogy valójában egy gyönyörű szép sziget legyen a város központjában ez a pincesor, és azt bízom benne, hogy ha elindul itt egy folyamatos fejlődés, ha látják a gazdák is, hogy bizony ide nem csak ilyen rendezvényekor lehet vendéget hozni, hanem ők maguk is fogadhatnak itt vendégeket, minden adottság megvan hozzá, akkor én biztos vagyok benne, hogy újra elkezd élettel megtelni az ungvári pinceköz, és talán ugyanolyan lehet, mint ahogy az öregek emlegették annak idején a pincekertet, hogy ez egy fő találkozási hely volt Sátoraljaújhelyen a szórakozni vágyóknak és az új helybe érkező vendégeknek egyaránt. A Sárospataki Művelődésháza és Kassa megye kulturális centruma az elmúlt két évben többször szervezett csereprogramot. Ezeknek a kulturális programoknak az volt a célja, hogy az intézmények kulturális népművészeti csoportjai bemutatkozzanak és színesítsék az éves programot. Most a K-Art polgári társulat amatőr festőinek munkáiból nyílt kiállítás Sárospatakon az Újbástya rendezvénycentrumban. A két művelődési intézmény között a jövőben is folytatódik az együttműködés új területeken, új feladatokkal. Hallottuk Sárospataki bemutatójukon. 7 éve indult el a Sárospataki Művelődésháza és Kassa megye kulturális centruma között az együttműködés, amely sokszor adott alkalmat arra, hogy a zempléni rajztanárok alkotóköre, a Művelődésháza kamarakórusa, a Nyolckor Színház és a Bodrog Néptánc Együttes Kassán bemutatkozzon, illetve hogy Sárospatak is fogadjon vendégeket. A közös munkában a képzőművészetben alkotó amatőrművészek voltak a legtermékenyebbek. Most is egy kiállítást hoztak Sárospatakra a K-Art polgári társulat alkotói. A terv pedig természetesen az, hogy ezt a már jól kitaposott utat folytassuk, noha úgy Kassá, mint Sárospatakon is a közművelődés intézményrendszere változik és átalakul, de azok az alkotók, akik életben tartják és friss terméssel segítik ezt a programot, mindenképpen aktivitásukról biztosítottak minket. Kassa megye kulturális centrumának élén új igazgató dolgozik, aki fontosnak tartja a Sárospataki Művelődés házával való további együttműködést. A tím, že naše kultúrne centrum sa nevenuje už len v tomto. Azzal, hogy csatlakoztunk az Európa Kulturális Fővárosok programhoz, nagy lehetőségek nyílnak meg előttünk. A másik nagy lehetőség a mi programunk, melynek címe a láthatatlan világ. Ebben bemutatjuk az embereket, a természetet, az alkotókat, és ezzel úgymond reklámozzuk Kassát és az egész megyét. Lorenzová Éva a kassai amatőrfestők vezetője, akinek fontos, hogy a már régóta működő klubot életben tartsa, művésztelepeket, kiállításokat, táborokat szervezzen. Nem is tudom, hogy mennyi plenereket, nemzetközi rajztáborokat csináltunk, szerveztünk, és majdnem minden hónapban vagyunk valahol, Lengyelországban, Romániában, Magyarországon, nagyon sok kapcsolatokat kötöttünk, és megy tovább, már ez éven már egy nemzetközi pleneren voltunk Lengyelországban, és két nemzetközi kiállítás volt Lengyelországban, ahol részt vettünk. Kassai utcák, miskolci terek, kis falu a Börzsönyben, Sárospataki részlet, lengyel táj. A kiállításra olyan képeket hoztak az alkotók, amelyek valamilyen nemzetközi megmérettetésen már szerepeltek. A tárlat április végéig látható az Újbástya rendezvénycentrumban. És most nézzük további híreinket.
Fehér Zsuzsanna országos hírű tojásfestő kiállítása látható Sátoraljaújhelyben, a Lavotta házban. Angol nyelvi estet rendeztek Sárospatakon a Református gimnáziumban. A sátoraljaújhelyi óvodások a magyar-szlovák két tanítási nyelvű nemzetiségi általános iskolában. A húsvét közelettével sokan tervezik már, hogy mi kerül az ünnepi asztalra, mi lesz a dekoráció és mit adnak a locsolkodóknak. Szép húsvéti hagyomány a tojásfestés, amelyre jó ötletet kaphattak azok, akik megtekintették Fehér Zsuzsanna tojásfestőművész kiállítását. A különleges eseményre a Lavotta ház galériájában került sor. Karcolt, írott, berzselt, rátétes és áttört tojáscsodák, magyar tájegységek és más népek jellemző motívumai láthatók április végéig a kiállítóteremben. Fehér Zsuzsa eredeti foglalkozása tervező. 2 éve foglalkozik tojásfestéssel. Kedvenc technikája a karcolás és az írókázás. Mindkettőhöz jó kéz és türelem szükséges. Az én kezemnek a leginkább a karcolt tojás passzolt, de azt se úgy csinálom, mint az az igazi hagyomány. Én szeretem a gravírozó készüléket. Ugyan azt mondják, hogy ez gépi, de szerintem azt, hogy ezt egy motoros készüléket csinálom, attól azt a gépet még az én kezem vezeti. Én nekem ez tetszik, én ezt tudom csinálni, nekem azzal sikerül biztos vonalat húzni. Ez itt látszik, nagyon sok gravírozott tojás van a falon. A kiállításra 2 éves munkáját hozta el, s hozzá magyarázatot és színes képeket is mellékelt. Nem csupán a magyar tájegységek festési technikái, de a szlovák, ukrán és osztrák, illetve német hagyományok is érdeklik. Most, hogy már nem kell járnom dolgozni, mert ugye nyugdíjas vagyok, azt gondoltam, hogy csinálok magamnak egy kis gyűjteményt. És hát elkezdtem, ez így alakult, lett ennyi, és hát gondoltam, hogy ezt most kiállítom. Azt gondolom, hogy ha ez az embereknek tetszik, és ha valaki ezt megnézi, és kedvet kap hozzá, és netán elkezdi csinálni, akkor jól dolgoztam. A tojás az élet, a feltámadás, az újjászületés szimbóluma. Kezdettől fogva a hímes tojás a Krisztus halálával, illetve feltámadásával kapcsolatos, és ezt a katolikus egyház kezdettől fogva a maga szimbolikájává tette, illetve erősítette a hímes tojásnak ezt a szerepét. Fehér Zsuzsa tojásfestő kiállítása április végéig tekinthető meg a Lavotta ház galériájában. 2 évente rendezik meg a Sárospataki Református gimnáziumban az angol nyelvi estet. A különleges esemény célja, hogy rámutasson a nyelvtanulás szórakoztató jellegére, hasznossága mellett. Az idén is szabad volt a témaválasztás, így volt, aki például 8. Henrik életéből készült angolul. Az est osztatlan sikert aratott a résztvevők körében. Az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében zajlott a Református gimnázium angol nyelvi estje. A program célja, hogy a nyelvtanulásra ösztönözze a diákokat, azzal, hogy rámutat annak olykor szórakoztató mi voltára. Hagyományosan megrendezett rendezvény az iskolánkban. Annak idején, amikor én is öreg diák voltam, még 20 évvel ezelőtt, akkor is nagy számnak számított, hogy minden évben felléptek a diákok viccesebb, prózaibb, drámaibb előadásokkal. Igazándiból ennek a célja a szórakoztatás. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a nyelvtanulás nem csak hogy fontos dolog, de egyébként szórakoztató dolog is. Most jelen pillanatban 2 évente rendezzük meg az angol nyelvi estet, mert olyan nagy az érdeklődés, és minden második évben német és francia produkcióval lépnek fel a diákok, és így rotációban angol és a többi nyelvvel. A diákok közel 2 hónapig készültek a szereplésre, az idén az angol nyelv volt soron. Hogy mit jelent az egyéni produkció, arról Kis Norbert beszélt. Ez azt jelenti, hogy a diákok önállóan készülnek föl, vagy pedig a tanáraik segítségével, mindenki, amit szeretne. Tehát valaki például csak egy verset mond el, valaki énekel, valaki önállóan, valaki csoportosan, valaki egy kisebb színdarabot tanul be. Abszolút szabad kezet kapnak a diákok, hogy milyen produkcióval szeretnének fellépni.
Nincsen benne olyan dolog, ami kötelező. Persze a nyelvi est nem csak a szórakozásról szól, hanem egyfajta tudásbeli megmérettetés is. Így a diákok versengenek egymással, ki hozza a jobb produkciót. A csoportunk egy történelmi feldolgozást csinált 8. Henriknek a hat feleségéről, és erről tartottunk előadást. Mindezt angolul? Igen, mindent angolul. A folyamatos angol beszéd kinek könnyebb, kinek nehezebb? Nehezebb, mert én most kezdtem el angol tanulni, úgyhogy itt egy kicsit volt nehézség, de azért ment. Akkor viszont ez egy óriási ugrás előtt. Igen, igen, egy óriási ugrás volt, hál' Istennek, és egy nagy élményben volt részem. A következő éven a németesek és a franciások készülhetnek. A Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Központi Óvoda és a Sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Kéttanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium közös programot szervezett óvodásoknak. Az oktatási intézményt a sátoraljaújhelyi nagycsoportosok látogatták meg, hogy a kicsik megismerjék az iskolát és az ott folyó munkát. Egy színdarab és egy kis közös játék. Ezzel fogadta a Sátoraljaújhelyi Szlovák Iskola a tanulmányaik megkezdése előtt álló óvodásokat. Az oktatás intézmény hagyományosan minden tanévben a beiratkozást megelőzően megrendezi a játékos foglalkozást. Fontos azért, hogy megismerjék legalább ebben a szűk egy órában is az iskolánkat, nagyjából a tanítónéniket, a gyerekeket megismerjék, a környezetet, hogy mi várja őket, hogyha ebbe az iskolába jelentkeznek első osztályban. A mesejátékot az iskola diákjai adták elő, kiknek már határozott véleményük van az oktatási intézményről, s arról, hogy miért érdemes a szlovák iskolát választani. Itt szlovákul, meg angolul megtanulnának, és akkor, amikor már felnőnek, akkor már nem lenne akkora a baj, hogy elmenjenek más országokba. Jók a tanárok, kedvesek, és én szeretnék más nyelven is megtanulni, nem csak magyarul beszélni. A foglalkozásnak köszönhetően már nem lesz ismeretlen a gyerekeknek az iskola légköre tanévkezdéskor. Azért a negyedikeseink adják a műsort és a programot a kisóvodásoknak, hogy nagyobb kedvel érkezzenek az iskolába, remélhetőleg a mi iskolánkat válasszák, de ugyanakkor ez nekik is könnyítés, egy beilleszkedési folyamatnak egy része, amikor az iskolát már aztán nem ismeretlenül látogatják szeptember 1-én, tehát abba bízunk, hogy mindkét oldalon ez egy hasznos program a mai. Mindez idáig 16-an jelezték, hogy gyermekük a szlovák iskolában kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Ezek természetesen testvérkék, iskolánk iránt a nyelvünk oktatásának, a programjának a része iránt érdeklődő szülők, illetve bízunk benne, hogy még a nyár folyamán is lesznek jelentkezők, hiszen az iskolánk a nyelvoktatáson kívül kollégiumi elhelyezkedést is ígér a szülőknek, és erre szoktak még nyáron jelentkezni érdeklődők. Az iskolában már első osztályban megkezdődik a szlovák nyelv oktatása. Az első fél évben ugyan még nem tanulnak ezen nyelven írni-olvasni a gyerekek, de a pedagógusok felmérik nyelvi képességeiket. És most nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. A pénteki önkormányzati ülést előkészítendő tanácskozott Sárospatak pénzügyi bizottsága. Ma sajtótájékoztatón értékelték a világörökségi Ungvár pince soron rendezett első tavaszi pincemustrát. A kassai K. Árt polgári társulat festőinek munkáiból nyílt kiállítás Sárospatakon. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hír Hét adását látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Számítunk megtisztelő figyelmükre akkor is, viszontlátásra!